Az Aranyerdő óvoda és bölcsödében jártunk, hogy az óvodai beiratkozás előtt álló szülőknek szolgáljunk némi útmutatással, noha még van idejük addig, hiszen május 2-án és 3-án kell majd a leendő kis csoportosok beiratásáról gondoskodni. Magyarországon kötelező óvodáztatás van, ez azt jelenti, hogy aki az idén augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ő szeptember 1-től óvoda köteles kisgyermek, tehát őket mindenképpen be kell iratni, és mi különböző csoportokkal várjuk a gyermekeket. Lehet nálunk választani tiszta induló kis csoportot, ahol ugye egy korosztály csupa kis csoportos 25-28 kisgyermek van együtt. Nagyon sokan érdeklődnek már most, ugye a bölcsödés gyermekek csapata szinte kitenne akár egy tiszta kis csoportot is. Lehet emellett választani vegyes életkorú csoportot, ahol ugye a gyermekek egy bizonyos része megmarad a csoportból, és hozzájuk érkeznek új kis csoportosok, és ami még egy érdekes választási lehetőség, a német nemzetiségi csoport lehetősége. Kettő ilyen csoportunk működik jelenleg, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a gyermekek a német nyelvvel, és emellett nemzetiségi ismereteket is felszedhetnek. Szoktuk mondani, hogy valamiféle érzelmi kötődés, vagy esetleg ha a családban beszélnek németül, vagy sváb nagyszülőkkel rendelkeznek, vagy a gyermek otthon hallott német szót, ez mindenképpen egyfajta segítség, de semmiképpen nem előfeltétel. A döntés mindig nehéz, hogy a tiszta kis csoport vagy a vegyes csoport mellett tegyék le a voksukat a szülők, ahol aztán a gyermekük a mindennapjait tölti majd a következő években. Hát mindegyik mellett lehetne hosszasan érvelni. A tiszta kis csoport, én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon népszerűvé vált, tehát mindenképpen szeretik a szülők azt választani. Ugye eleve, akik a bölcsödéből együtt érkeznek, ők már egy kialakult kis csapatot hoznak magukkal. Tehát mindenképpen jó dolog a tiszta kis csoport, mert egy életkor ugyanazok a témák érdeklik a gyerekeket, tehát picit összehangoltabban lehet velük dolgozni. A vegyes életkorú csoportnak pedig az ugye mindenképpen az előnye, hogy akár a nagy testvérhez bekapcsolódhat a kis testvér, vagy rokongyerek, vagy ismerős gyerkőc. Tehát ennek is megvannak az abszolút előnyei, ez mindenki szíve joga eldönteni, hogy melyik áll hozzá közelebb. Akinek már esetleg ide járt gyermeke, vagy ugye nagyobb testvér, vagy rokongyermek, ők mindenképpen szoktak ragaszkodni akár a régebbi óvónénikhez is. Gyakori, hogy névválasztás alapján jönnek a szülők. Amikor a szülő jön beiratni a gyermekét, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy van-e esetleg kérése csoportot, vagy óvónénit illetően, és ezt mi kérésként rögzítjük. De azért azt tudni kell, hogy ugye a gyermekek, itt azért 60-70 beérkező gyermekről van szó, elképzelhető, hogy nem mindenkinek tudjuk teljesíteni maradéktalanul a kérését. Mindenképp igyekszünk figyelembe venni, általában nem szokott ebből gond lenni. A 2022-2023-as nevelési évben egy tiszta kis csoport várja majd a harmadik életévét betöltött kislurkókat, akiknél természetesen nem feltétel a tiszta beszéd, de ha bármi zavarja a szülőket, érdemes megkeresni a pedagógiai szakszolgálatot. Már mielőtt intézménybe kerülnek a gyermekek, akkor is vannak figyelemfelhívó jelek. Fiúknál nagyjából olyan 2,5 éves kor a határ, lányoknál egy kicsit korábbi 2 éves kor, hogyha addig nem indul meg a beszéd, akkor mindenképpen érdemes minket megkeresni. Ekkor is már tudunk fejlesztést adni a gyerekeknek korai fejlesztés keretein belül, illetve beszédindítással is foglalkozunk. Majd mikor 3 évesen intézménybe kerülnek, ugye akkor kötelezővé válik az óvoda, ekkor végzünk velük egy nyelvi szűrést, ami a nyelvi fejlettségüket méri. Itt, akit kiszűrünk, szintén terápiába tudjuk venni. 5 éves korban pedig az artikulációs szűrést végezzük el, ami szintén kötelező. Itt pedig már a beszédhibákat, kimondott beszédhibákat szűrjük, és itt is, akit kiszűrünk, bekerül a rendszerbe, terápiában fog részesülni. Nagy része ezeknek a beszédhibáknak és nyelvi zavaroknak megoldásra kerül, míg eljutnak az iskoláig, és már tünetmentesként tehetik ezt meg. Amennyiben viszont nem, még az iskolában is van mód arra, hogy terápiába részesüljenek a gyerekek.
Természetesen a szakszolgálat nem csak a beszédhibák korrigálásával foglalkozik. Tolna megyei pedagógiai szakszolgálat Tamási tagintézménye többek között az iskolára való felkészülés megsegítésével is foglalkozik. Néhány területen, mint például akár a preventív ellátás, amely tulajdonképpen magába foglalja az óvodában járó gyermekeknek a kognitív, illetve a mozgásfejlődésének megsegítését. Itt elsősorban az a célunk, hogy a tanulási nehézség veszélyeztetettségét megpróbáljuk megakadályozni, vagy egy picit elébe menni, illetve szakszolgálatunk szakértői bizottsági tevékenység keretén belül azoknak a szülőknek, családoknak próbál segíteni, akiknek már konkrét problémájuk van, és konkrét problémával keresik meg intézményünket. Miben lehet őket megsegíteni? Az elsősorban a nevelési tanácsadásnak a fő feladata, ahol pszichológus kollégáink segítenek ebben a témában. Én azt gondolom, hogy szülőként otthon mindenképpen a nevelésben tudunk nagyon nagy segítséget nyújtani gyermekünk számára, hiszen már az óvodába kerüléskor is az önállóságra nevelés, ez legfőképpen majd ahogy közeledünk az iskolához, már ez még hangsúlyozottabbá válik. Akár a figyelemnek a kicsit tartosságának a növelése, a következetes nevelés, amit a szülők nagyon nem szeretnek hallani, a szabályoknak a betartása és betartatása, én azt gondolom, hogy ezek azok a fő témák, amelyekben a szülők tudnak segíteni a gyermeküknek. A pedagógiai szakszolgálatot a szülők leggyakrabban gyermekük viselkedési problémái miatt keresik meg. Segítsünk a patológiának a kiszűrésében, hogy esetleg egy ADHD figyelem vagy aktivitászavar lehet-e a háttérben, vagy akár autizmus, vagy bármilyen más patológiás probléma, és ha ezeket mi ki tudjuk szűrni, illetve tudunk olyan egészségügyi intézményekbe delegálni a családokat, ahol konkrétan kiszűrik ugye ezeket az állapotokat, akkor nevelési tanáccsal tudjuk ellátni a családokat.